Sziasztok! Most ebbe a videóba egy kávét fogunk csinálni, és mesélem a részleteket. Szóval az a történet, hogy ezzel a kávéfőzővel volt már nekem több videóm is, tehát megláthatjátok, vagyis meg tudjátok keresni gyakorlatilag a csatornámon, hogyha beírjátok csak mondjuk azt, hogy Dolce, tehát Dolce, ugye a én csatornámon belül a keresésben. Na most azért csinálom ezt a videót, hogy mennyire működik, tehát ugye ha rákerestek, akkor ott van a dátum, és ott mesélek róla, azóta ugyanezt használom. Na, nézzük akkor, hogy csinálok meg gyorsba egy kávét. Az első dolog az ugye, hogy látszik ugye, hogy nincs már túl sok víz benne, mondjuk ez még egy kávéfőzést simán kibírt volna, tehát ugye ennyi van benne, tökéletesen elég, de tehát ugye megmutatom, hogy szoktam gyorsan egy pillanat alatt feltölteni. Tehát ugye annyit kell tudni, hogy itt van egy ilyen max jel, és odáig töltöm, vagy kicsit nem töltött fel maxra, akkor sincsen semmi probléma, és egészen egyszerűen pik, így bepattintjuk. Na most erről a vízről ugye annyit lehet tudni, hogy nem az, ami benne van, mert én kútról hordom a vizet. Na, erről ennyit. És akkor a következő, a második. Itt van ugye maga a kávé. Van nekem ugye ez a kis töltő akármicsoda, tehát a szetnek ugye ez a része, és egészen egyszerűen ilyen lapos kanából beleteszek kettőt, tehát ilyen két ilyen laposat, tehát így néz ki. És utána én nem szoktam, most már így az előző videóban így volt, hogy letömködöm, egészen egyszerűen csak így a oldalát megkocogtatom egy párszor, hogy maradjon laza ugye a szerkezete, és utána ugye ezt így szépen belehelyezem, tehát teljesen tökéletes. A felesleget, tehát lehet látni, azt így leütögetem, hogy menjen is vissza, meg nem kell oda az nekünk. És itt van, hát ez egy kicsit ugye sarkalatos pontja ennek a dolognak, tehát mivel már nagyon régóta használom, egy kicsit játszani kell vele, tehát meg kell nézni, hogy ugye, mert ugye tehát el van deformálódva, mert ilyen gumi, és meg kell nézni, hogy látjátok most, úgy körülbelül mindenhol, tehát nem megy rá rendesen, és akkor annyit csinálok, hogy így rányomkodom, és ez így remélhetőleg nekünk jó lesz. Ugye itt van ez a, nem tudom, hogy mennyire fog látszani, tehát itt van ez a kis bevágás, és itt nekünk van egy ilyen jel, és ahhoz a jelhez kell hozzátenni. És utána egészen egyszerűen megfogja az ember, és tehát ugye még egyszer leellenőrzöm, megfogom, berakom, szépen lenyomom. Én most a mennyiségét ugye a kávénak a harmadik legerősebbre teszem, és bekapcsolom. És ez egy idő után ugye zöld lesz, tehát mindjárt lehet látni majd, hogy zöld lesz. Na most egyébként ez kicsit ugye tovább fog tartani megcsinálni a kávét a videó kedvéért, mert mindjárt megmondom, hogy én hogy csinálom. Tehát mutatom, hogy ugye mennyi idő alatt lesz ez a történet zöld. Egyébként én tejjel fogom használni. Igen, most zöld lett, és akkor megmutatom nektek, hogy mennyi tejet használok. Tehát ugye ez a tej a hűtőben volt, nem sokat rakok bele, körülbelül ennyit.
tehát teljesen tökéletes, és 30 másodpercre beteszem a mikróba. Na, le is te gyönyörűen a 30 másodperc. Nagyon jó, megvárjuk, hogy szépen leálljon a mikró. Kivesszük. Visszamegyünk. Ugye ezt megfogjuk, berakjuk. És egész egyszerűen ugye itt van egy hideg-meleg lehetőség. Mi rárakjuk a meleg részére. Akkor lehet látni, hogy gyönyörűen jön a kávé. És ugye elég jól működik. Na most érdekes, hogy nem mindig, tehát valamikor ilyen csöppekbe jön csak ki, és várni kell vele többet, de tehát ugyanúgy teljesen megfelelő. És hát ennyi a történet, szépen lefül a kávé. És ugye lehet látni basszus, hogy jó, igaz, hogy benne van a tej, és az is egy kicsit habosította, de milyen jól néz már ki. És baromi jó illata is van egyébként, úgyhogy ez szépen mindjárt lejön, és fahíjat szoktam belerakni. Mostanában már sem cukrot, sem mézet, se semmit nem teszek bele, ugye ez kész is, ennyi volt, le lehet ugye tenni, megfogja az ember, beletesz valamennyi fahíjat, se nem sokat, se nem keveset, tehát mondjuk így ennyit. Tehát nem érdemes bele sokat rakni, mert akkor így kimegy a oldalára, ugye kiül ez a tapasztalatom, és így se úgy se fogyassza el az ember. Egy picit összekevered, ugye mivel nincs benne se cukor, se semmi, ezért nem kell vele szórakozni, és ennyi a történet. És ez gyakorlatilag kész is van, úgyhogy ugye ihatjuk is. Most itt sok nem látszik a kamerából, de az előbb már mutattam. Ja, ugye azt elfelejtettem mondani, hogy én koffeinmentés kávét iszom. Tehát a íze az ugye teljesen ugyanaz, viszont az embernek, tehát ugye nem juttat be a szervezetedbe koffeint, vagyis hát ez sem teljesen igaz, mert ugye tehát a koffein mentes kávéba is, tehát van egy, mit tudom én, egy 10%, tehát nem abszolút nullás. De azzal, hogy én most itt megiszom egy nap, mit tudom én, átlagból a 3 kávét, ahhoz teljesen jól működik, úgyhogy gyerekek, tehát ez a videó, ez ennyi lenne, hát ugye azt még, hogy kell ugye tisztítani, tehát hogy kell kitakarítani, most azt nem mutatom meg, az előző videóba ugye láthattátok, ami ilyesmi, tehát keressetek rá. Annyi az egész, hogy én meleg vízzel csak simán leszoktam takarítani, és kész, ennyi, magától megszárad, gyönyörűen működik. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Szokásos, tudjátok, csak az újaknak mondom, hogy körém ide kiteszek 3 lejátszási listát, meg egy feliratkozó gombot. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, ha újak vagytok, iratkozzatok fel. Akik eddig is nézőim voltak, azoknak köszönöm szépen. Úgyhogy ennyi lenne ez a kávés videó. Ciao, sziasztok!